Mivel fotózod ezt a hatót? Jött a vérnyomást állítani. Nehéz. Az a gázolaj? Nehéz a fúzni. Ilyen, mint víz, de el tudjuk adni gázolajnak. Van itt egy fasza asztal. Spaniferes téma volt, ide láthattuk a spanifert, azt úgy hoztuk ki. Hol van? Lámai az a forma. Tehát mi négyen elbírjuk, nem? Hát jó, négyen hoztuk a lakásból ki. Itt van, lényegében mehet a lába, vagy valami. És csak? Ez le van ragadva. Na, fogjátok a valahogy? Én fognám, hogy... Hát három láb van, meg a mi újság, úgyhogy... Annyi, hogy nem maradt. Na, de hiába mondom, hogy ez nem egy biztos, hogy egyforma menet. Nem autószerelő vagy, hogy mi a f***? Zongorista. Akkor a másik lábat próbáld. Ide is jöhet egy... Ott rögtök, amúgy ezt én tartom az egészet. De ezt szerinted én mit csinálok? Na, oké, két láb bent van. Jó, de a fiacsak akkor... Oda valaki. Menjen le, mert itt ennek tekedve majd a lábát. Az. Na, az ura gyerekek, na. Emel már föl! Tomika, te menjed már! Tekedd már azt a kecit! Álljátok, el kell menjek WC-re. Ha, le is lehet. Tomika, még van egy lábad. Van egy láb. Hol? Hát három van. Három van, tedd le. Akkor tedd le. Mi volt? Vajon rossz hírem, az is kell. Majd lesz mozgatva. De ezt kéne ide? Igen, az járítsuk be. Én már este ezzel játszom. Valahogy köpött. A búzuk ilyen pedig. Ez körülbelül jöttem. Meddig? Várjál. Ezt a motor összetett? Így van. Végy gyógysz. Ó, járj oda. Bocsassam, hogy támasz ki. És oda tudod tenni a kottát. Na, akkor most már kezdted is. Van fasza egy kottát. Jöjjön meg. Van fasza kottát. Aznek azt mondta, hogy zongorát veszem, azt az egy citera. Tomika, húzzál már egy kóla is kézzel. Úristen, na, csukjuk meg inkább. Szóval kurvuk vagyunk zongorából is. Rádió. És te ugye fogom a gózt, úgy hazamegyek a gázt, úgy leszarok mindent, mint a büdös. Sziasztok! Elkezdtük a következő résznek a forgatását. Egy kicsit extrémek a körülmények, mint látjátok, már este van. Volt ma reggel műszaki vizsgára egy időpontunk. Lemostuk az általunk felújított autót, ami úgy holnap átadásra kerülne, és szinte teljesen készen van, járt itt az autó mosás után, egyszer fogta magát és leállt, pedig nem is mostuk a motorját, vagy nem is mostam a motorját, és azóta is kilódunk ebben. Az Atya Úristent is kicseréltük már a kocsin, de még továbbra se akar menni. Holnapra szintén kaptunk egy műszaki vizsgai időpontot, megpróbálom neki rugaszkodni, adnak is. Mi is emberek vagyunk, hibázunk, illetve rajtunk is azért kiszoktak fogni a dolgok. Az E30-on kívül még van más autó is, ami holnap átadós, és szintén ővel is egy picit meg vagyunk csúszva. Jelen helyzetben klasszikus magyar mondás, tátott szájjal beszaladtunk a erdőbe. Jelenet van. Ezen kívül az autókon kívül még megmutatjuk, hogy a múlt havi adásban mik voltak, azok hol tartanak, azok a projektek, illetve megint lesz a Rohadjon meg Károly című rovatunk, ami most erősebb lesz az eddigieknél. Gyertek és tartsatok velünk!
Nagy erőkkel nekifogtunk az M6-unknak. Ez az autó ékes példája az Amerikából származó autóknak, hogy azt hiszem, hogy 85-ös az autó, az üzemanyag rendszere, üzemanyag csövei olyan, mintha új lenne, karosszérián egyetlen egy körömnyi rozsda sincs, néhai sérülésből fakadó dolgok kijavítván, de ezen kívül semmilyen lakatos munka nincs az autón, úgyhogy szerintünk ez egy közel 40 éves autónál óriási előny. Láttátok a Cabrio M3-unkat, ami készül, ő is a komplett alja, illetve futóműve készen van, karosszériája, motor felújítás következik, illetve egy pár apró csinosítás még az autón, de ő is nagyon-nagyon jó haladt az elmúlt hetekben. Mercedesünk szintén célegyenesben van, az egész alja, de tulajdonképpen amit az ügyfél ránk bízott, abban kész vagyunk, ő is elvileg holnap átadásra kerül. Ezen kívül előkerült most a 20 fokokban a családi cetkánk, egy F80 M3, ő a, hát az túlzás, hogy mindennapokban használatos autóm, ő ugye az ilyen ünneplős autónk. Holnap ki is fogjuk próbálni, meg egy picit megyünk vele, meg egy pár szót ejtünk róla, de szerintem holnap csatlakozzatok be, nekünk még a ma esténk az hosszú lesz. Kicsit rendhagyó helyen folytatódik a ma reggelünk. Egy elég hosszú éjszakán vagyunk túl, mint amit a epizód első részében beszéltünk. 11 óráig dolgoztunk, sikerült megoldani az E30-at, úgyhogy ma el tud indulni műszakira. Többen kérdeztétek, hogy annak idején, ahol Vályi Pista volt, fóliasátor avval mi újság, itt van, úgyhogy most megnézzük azt is. Az elmúlt egy hónap ez egy kicsit erős volt, megmondom őszintén. Ha eddig csak rohadjak meg volt, akkor most duplán rohadjak meg lesz a rovatnak a címe. Egy gyári 325-i nagylámpás kupé, gyári MTEC 2, meg én úgy gondolom, hogy amit E30-ba tehettek, összes extrát a tempomattól kezdve, a gyári klíma, elektromos tető, nagybord, szinte az E30-ban gyártott létező összes extra benne van az autóba. Egyébként az autó sajnos a magyar remek szakemberek munkájának minősége, illetve megbízhatatlansága miatt állt meg, vagy amiatt döntött az ügyfél úgy, hogy ő nem folytatja tovább ezt a projektet, az elvégzett munkák sem felelnek meg az ő idézőjeles elvárásainak, illetve álmainak, így került hozzánk az autó, egy nagyon-nagyon komoly autó lesz. Ezen kívül többen kérdeztétek már, hogy mi van a sátorban lévő autókkal. Igazából, mint ahogy látjátok, ez is színig van. Itt van a régi versenyautóm, amivel annak idején elkezdtem a, úgymond ezt a motorsportos pályafutást. Nincs nagyon használva, de eltettük. Őt is egyébként, ha lesz időnk, rendbe szeretnénk tenni. Ezen kívül van egy E36 kabriónk, gyári M-pak, teljesen rozsdamentes, 99-es, nagyon jó felszerelt, egy elég komoly érzelmi kötődés van hozzá. Édesanyám, mikor meghalt, volt egy kis megtakarított pénz, és abból vettem az autót annó, egy ilyen olyan személyes kötődés van hozzá. Nincs egyébként az autó sajnos abszolút használva, de lehet, hogy idén-nyáron lesz. Ezen kívül van még itt egy Trabi, nagyon szerettünk volna eltenni egy kétütemű Trabit, meg a kisfiamnak van egy kis Matchbox Trabia, és nagyon, pedig tőlük túl sokat nem hallott a Trabikról, de nagyon Trabis,
vettünk neki egy Trabit, van kislámpás 6-hengeres kupé, 324 TD klímás, 25-ös E30 Touring, akkor 6-hengeres E28, 3-6-os M5, E34 M5, akkor 18-as gyári klímás, nagyon jó felszerelt E30, kupé, 6-hengeres kupé E30, E23, akkor mi van még itt? Van egy 3-8-as M5 ott lent, illetve 25-ös E28, meg egy pár versenyautó karosszéria, úgyhogy még azért itt is vannak autók, meg majd átmegyünk egy másik helyre, ott szintén vannak még autók. Reggeli órákban a Rohadjon meg Kárai Peti című rovatunkat elkezdtük. Itt folytatjuk így az elmúlt hónap eseményei között. E30 Cabrio, M3 replika. Az E30 szerelmesek számára egy ismerős autó, már elég régóta így a magyar E30 társadalom aktív része az autó. Egy M54 B30 van benne, egyébként alvászám szerint is gyári 25i. Az autóval az a tervünk, hogy fel fogjuk újítani teljesen. Valószínű, hogy visszakapja az eredeti motorját, beltere, illetve van egy-két megoldás rajta, amivel annyira nem vagyunk kibékülve. Szinte mondhatni, hogy az autó teljesen meg fog újulni. Ezen kívül még érkezett a múlt hónapban egy E30 325i. Összkerekes az autó, karosszériája nem olyan rossz, ő rajta is azért a Magyarországon eltöltött évek azért meglátszódnak, de összességében egy nem rossz kis autó. Ő megy a gyűjteménybe, egyelőre semmiféle ilyen különlegesebb tervünk nincs vele, bemegy a többi közé és gyűlnek. Ezen kívül érkezett még, mint hogy a Facebookon láthattátok, egy E36 M3-unk. Amerikából jöttem, egy árveréses vásárlás az autó, de nagyon-nagyon pozitív benyomás volt az autóval, mihelyest hazajött, semmilyen különleges meglepetés, sőt, inkább kellemes meglepetés ért minket. A karosszériája E36-hoz képest szenzációs állapotban van. Jön a vonat. Az meg egy kurva hosszú. Tudjuk, a 36-ok azért rohadósabbak szinte, mint bármilyen más BMW. Egyetlen egy körömnyi rozsda sincs az autón, csak nagyon sokan mindig ez a úristen amerikai, stb. Szerintünk ennél az autónál ez megfizethetetlen, hogy egy körömnyi rozsda sincs rajta. Rengetegen írtatok, hogy eladó-e az autó, elég sok kérdése fordultak hozzánk. Az autónak megvan már a gazdája, de ezen a rendkívül nagy érdeklődésen felbuzdulván még úgy néz ki, hogy hozunk egy pár ilyen hasonló amcsi M3-at, tudjuk, hogy nem olyan, mint egy európai, tudjuk ezt is, tudjuk azt is, de úgy gondolom, hogy összességében egy nagyon-nagyon jó pofa autó, meg az áráról nem is beszélve, hogy azért kint még azért lehet nagyon-nagyon jó áron találni az európai, illetve az európai piachoz képest. Meg még visszatérve egy picit az E30-akhoz, mint hogy otthon említettem, illetve mutattuk, hogy egy kupé gyári MTEC 2-t sikerült szereznünk, ami, mint ahogy elmondtam, a jó magyar szakemberek mentalitása, illetve csodálatos munkája miatt az előző tulaj úgy gondolta, hogy elengedi ezt a történetet. Sikerült még egy ilyen autót beszereznünk, ő egy 318i, szintén gyári MTEC 2, rémisztően gyári állapotúban van az autó, nincsen kókányolás, nincsen tákolás, de őt is szétszették, karosszériáját elkezdték rendbe tenni, csak ott is a rengeteg ígérgetés, hitegetés, illetve a nagyon drága, minősíthetetlen karosszéria munka miatt úgy gondolta a tulaja, hogy elengedi ezt a történetet. Sikerült vele is nagyon jól megegyeznünk, ezt ezúton is szeretnénk megköszönni, úgyhogy a múlt hónapunk az kettő darab gyári MTEC 2 kupéval bővült a kis gyűjtemény, illetve
ezekkel, amit itt láthatok, kivéve a 36, ennek már meglett a tulajdonosa. Meg még amit szeretnénk bemutatni, illetve még egy pár szót szeretnénk róla ejteni, hogy nagyon sokan érdeklődtetek nálunk több különböző karosszéria munka iránt. Szeretnénk a karosszériás munkáinkat egy picit majd bemutatni nektek. Elkészült a Laguna Seca M3, amiről az előző műsorban beszéltünk, amit sajnálatos módon összetörtek Németországba vizsgáztatás során, vagy a kifele úton. Elkészült az autónk is, azt is megnézhetitek, illetve át fogunk majd menni a karosszériás műhelybe, hogy ott is megnézitek, hogy mik alakulnak, hogyan alakulnak, hogy megpróbáljuk egy picit visszaadni nektek, hogy mi milyen minőségben próbálunk dolgozni, illetve honnan, hova fejlődik a karosszériás részlegünk. Több úgymond már nagyon ikonikus autó is készül, tartsatok velünk, nézzük meg ezeket az autókat, megpróbáljuk egy picit visszaadni a mi szakmaiságunkat, reméljük, hogy sikerülni fog. Ezen kívül rengeteg pozitív kommentet kapunk a YouTube csatornánkra, próbálunk mindenkinek, főleg az értelmesebb, illetve a nem ilyen fotelhuszáros kérdésekre, illetve monológokra normálisan válaszolni, illetve próbálunk maximálisan bármilyen kérésnek eleget tenni, mint például szó volt tesómnak az S1-jéről, az is folyamatban van, nincs elfelejtve, csak nekik most ma lesz az első tesztjük, ahol nagyon-nagyon szerettünk volna menni, de viszont van több autó átadásunk is, mint ahogy említettem, úgyhogy sajnos oda nem jutottunk fel, de megígérjük, a következő adásban egy részletesebb bemutató lesz arról is, illetve megbeszéltem tesómmal is, hogy ővel is egy picit beszélgetni fogunk. De akkor menjünk is, nézzük meg az M3-at, hogy milyen lett. Jelen pillanatban az autó itt áll a festőkabinunkba, várja a kedves kis fényező kollégánkat, hogy visszatérjen. Egyébként Danika, köszöni szépen, jó van, többen tök jó fejek voltak és írtatok, kérdeztétek. Már szombaton volt egy kis ilyen szülinapi összejövetel, csináltam itt a fiúknak egy ilyen kis szülinapi ebédet, a Kovács Zali kollégánknak születésnapja volt, és már el tudott jönni, itt volt velünk egy órát, nem nagyon tud még menni, de reméljük, ez később változni fog. Itt van az autó elkészült, egy komplet jobb hátsó negyed lett cserélve, direkt nem akartuk kivagdalni, idevagdalni, kompletten le lett cserélve az egész. A debreceni Magisztól vesszük a gyári alkatrészt, akikkel egyébként szenzációsan meg vagyunk elégedve, több BMW partnerrel dolgoztunk együtt, de magasan szerintem az egyik legjobb a ügyfélkezelésben, illetve szakmai háttér biztosításában. Nagyjából meg lehet nézni az autót, szerintünk amink a minősége az nem olyan rossz. Tegnap megemlítettük, hogy ki fogunk próbálni egy autót, már pedig a saját F80 M3-amat, de előtte még fontosnak tartom megemlíteni a weboldalunknak a nézettségét, ami elképesztően nő. Ebből fakadóan voltak is egy-két problémák, amit a tőletek kaptunk visszajelzésnek, hogyha feltettünk valami autót, annyian kattintottak rá, hogy úgymond lefagyott. Ezt sikerült orvosolnunk, úgyhogy innentől kezdve ebben nem lesz többet probléma. Felkerült egy E30, rengetegen kerestek nálunk E30-at, kíváncsiak leszünk, hogy most, mikor itt van, akkor mennyire lesz tényleges vevő az autóra. 5,5 millió forintért lett az autó meghirdetve, ez egy általunk teljesen felújított autó, német okmányos, 130 000 km van benne, első tulajdonostól származik az autó, váóképeken látni fogjátok majd a felújítás mértékét, illetve minőségét. Egy német veterán autó minősítésen a létező legmagasabb minősítést kapta az autó, és 20 000 euróra becsülték körülbelül másfél évvel ezelőtt az autó értékét. Azóta az autó egyébként egy métert nem ment, ki lett rá váltva a hátszulásszunk, a német idéglenes veterán rendszám, de egy garázsban állt az autó, úgyhogy most úgy döntött a Németországban élő ügyfelünk, hogy megválna az autótól. Ez a meghirdetett vételár, ez a felújítás összegét sem fedezi. Úgy gondoljuk, hogy
maga az autó ennyi pénzért, ebben nem kell foglalkozni, ezt be kell tenni a garázsba, és ez készen van, úgymond. Na menjünk, próbáljuk ki akkor az autót. Egy F80 M3 Competition, jelentsen a szó bármit is, külföldi szó. Nekem a személyes véleményem, illetve a személyes tapasztalatom az autóról nagyon-nagyon jó, és nagyon-nagyon elfogult vagyok, amit az elkövetkező néhány percben észre is fogtok szerintem venni. Nagyon sok jó autóval mentem, volt is egy pár jó autóm, nagyon-nagyon szeretem az öreg autókat, stb., de stb. Számlálót kapcsolja be, mondjuk nem túl sok hangzott el eddig. De ez az autó szerintem ez az az autó, ami így a megcsörög a telefonom. Halló! Na, ott tartottunk, hogy az autóban én borzalmasan elfogult vagyok, amit észre is fogtok venni. Szerintem ez az az autó, ami ötvöz egy kezelhetetlen, borzalmasan erős E30-at például, ahol mondjuk egy teljesen más motor van, sokkal erősebb, mint a gyári, most nem egy 25-ösre gondolok, hanem valami átalakított E30-ra, illetve egy olyan családi limuzint, amivel borzalmasan kényelmesen tudsz utazni, nyaralni menni, a gyerekért az óvodába, vagy bármilyen dolgot. Én szerintem ez az autó, ez mindent magába foglal, ami így egy picit egy ilyen kis benzinvérű, illetve BMW, vagy akár klasszik BMW rajongó tulajdonosnak az álma lehet. Ebben az autóban jelen pillanatban 113 ezer kilométer van. Mi az autót, ha jól emlékszem, aztán azt hiszem, hogy 90 ezerrel vettük. Elég sokat mentem vele egyébként tavaly, mert imádom ezt az autót. Nem nagyon tudtunk sehonnan sem olyan információkat szerezni, hogy például csapágyazása, illetve lánccsere milyen futás teljesítmény után ajánlott. Még a BMW sem tudott konkrétumot mondani, ezért mi nekiálltunk és szétszedtük a motorját, érdekelt minket elsősorban, meg kíváncsiak voltunk, hogy ez az S55 ez mennyire tartós, illetve mennyire jó. Elég sok pozitív dolgot lehetett róla olvasni, de viszont komolyabb tapasztalata nagyon senkinek nem volt vele. A csapágyai igazából szerintem azok látszódott rajtuk, hogy megvannak már egy nagyon picit kopva, de közel nem voltak olyan vészesek, mint akár a 92 M3-nál ilyen 100 000 km környékén, legalábbis azokat, amiket mi csináltunk. Halló, Cuki? Jó, nézd már meg az éjszakot, légy szíves, hogy mit kértek. Jó, le kell tennem hozzám, mert amióta pannonosok vagyunk, azóta nem tudok telefonálás közben. Sose voltunk pannonosak. Jó, akkor Vestel, futás teljesítményhez mérten nagyon jó állapotban voltak, és annak ellenére, hogy még mielőtt hozzánk került ez a kocsi, a gyári 30 ezres, illetve 24 hónapos olajcsereperiódust követte vele az előző tulaj, itt nálam már 7000 kilométerenként cserélve van benne az olaj, és annak ellenére tényleg a csapágyazásod nagyon jó volt, illetve vezérmű láncon is 100 000 kilométer távlatában abszolút semmilyen mértékű nyúlás, illetve semmi nem volt tapasztalható. Maga a láncvezetők nagyon-nagyon jó állapotban voltak az autóban, szinte mondhatni, hogy a vezető, illetve a feszítő meg se volt kopva egyáltalán, úgyhogy egyébként nagyon, mi szerintünk ez az S55, ez egy tök jó motor, szokásos főtengely végén. Szia! Szia! Egy óra után fogom érkezni pontosan, jó? Jó, megbeszéltük, pontlátok. Rendben. Várunk. Rendben, köszi. Köszi. Szia. Hello, szia. 124-es Mercinknek jön a tulaja, és átveszi az autót, vagy ilyenkor átadás előtt azért szeretünk egy átadás átvételt csinálni, hogy esetleg még milyen elképzelésé van, vagy tetszik-e az ügyfélnek. Visszatérve így
az S55-re nekünk nagyon-nagyon pozitív az autóval a véleményünk. Szia Attila! Hello! Jó újság? Itt vagy? Igen, itt vagyok. A kocsiba vagyok, Attikám, mondjad! Ja jó, bocs, figyelj csak, küldtem át fotót. Hozzátok tartok, hozzátok tartok. Gyere akkor, gyere. Szia. Isten értessen, szia. Hát így telnek a mindennapjaim, ezért nem tudok 300 darab messenger üzenetre válaszolni egy nap, mert sajnos ennyit csörög a telefonom. Picit úgy érzem, mintha az M3-ba, az E30 M3-hoz tért volna vissza egy picit a BMW, nagyon széles karosszéria, lökhárítók, beltér, teljes mértékben eltér az utcaitól, akár mint egy sima E30, illetve egy E30 M3 hasonló jegyeket ötvöz mind a két autó. 36 M3 úgymond standard E30-at tudjuk, nagyon szinte semmi eltérés nincs. 46-nál már azért szélesítés, motorháztető, első sárvédők. Mondd, Cuki! Mondj. Nem kell semmi. Elküldtem, hogy egy darab menüt. Ide értünk közben a bontóba, illetve a karosszérias részlegünk közé, szétnézzünk, aztán meg kicsit komolyabban kipróbáljuk az autót. Mint ahogy említettem, kicsit a karosszériás részlegünket többet foglalkozunk, mert elég sokan kérdeztétek. Itt az Alpinánk, most jelen pillanatban az autó fémtisztára lett tisztítva, egy epoxi alapozó van rajta, és elkezdődtek a karosszéria munkák. Enyhe túlzással a sírból van az autó visszahozva, nincsenek meg a taposói, az elmúlt évtizedek minősíthetetlen karosszéria munkái. Itt tulajdonképpen itt gitből volt az egész autó, és nagyjából azért láttatok róla egy pár képet, illetve szerepelt videóinkban már az autó. Úgy első ránézésre az autó, azt mondjuk, láttuk, hogy egy picit ott a taposó, szokásos E28 belső torony problémák, de összességében nem tűnt rossznak az autó. Le lett fémtisztára takarítva, és mint ahogy látjátok, konkrétan katasztrófa szó szerint a hátfaltól kezdve, a homlokfalon át, a taposók, tűzfal, ez a hátsó sárvédő, hogy ez valaha ez ki tudta, csak hogy pont azon röhögtünk itt a kollégáinkkal, hogy ez egy B9 Alpina, nem sok darab készült belőle, ez világ életébe egy úgymond egy kuriózumnak számított és egy drága autó volt, mert oké, egy átlagos E28-at lehomokszórunk, ezt tapasztaljuk, persze egy pár éve nem volt az autónak se becsülete, semmi, de hogy ez az autó azért világ életébe egy komolynak mondható autó volt, és hogy ki tudott vele így elbánni, lemez a lemez, fót a fót hátán, tényleg kritikán aluli. Most a fiúkat egy kicsit kiküldtük cigi szünetre, mivel nem nagyon lehet megmaradni a műhelybe, amikor ők dolgoznak. Egy jó pár dolog egyébként beszerezhető az autóhoz, taposók, de nagyon sok mindent, mint ahogy itt is látjátok, mi gyártunk le saját kézzel mindent. Hát egy pár száz óra karosszéria munka lesz rajta, de szerintünk meg fog érni. Oszlopokon például semmi nem látszódott, az A-oszlop alja olyan makkegészségesnek tűnt felület tisztítás előtt, hogy tulajdonképpen porrával rohadva az A-oszlop külseje, belseje. A M3-unk, őt is az egész autó le lett, ő is fémtisztára takarítva. Egy pár gyanús jel azért volt az alján, hogy azért nézzünk utána, és beigazolódott a félelmünk. Belső dobbetétek, padlólemez nagyon sok helyen szita lett, illetve ővele is nagyon-nagyon sok probléma lett felülettisztítás után, de ő is már a úgynevezett ilyen rally bakkoknak a felfogatása készül a küszöbbe, és teljesen készen vagyunk a karosszériával. Készül egy Porsche-nk is, ővele is már foglalkoztunk egy pár adásban, meg többen láttátok is vágóképeken, hogy egy kupac vas volt tulajdonképpen az autó. Mára azt mondom, hogy autó kinézete van, elég jól
áll vele a kollega. Ő is egy nagyon-nagyon ritka, egy 911 RS, és abból is egy lightway fantázia névre hallgató típus. Aki benne van ebbe a Porsche-s témakörbe, az tudja, hogy miről beszélünk. Nagyon-nagyon-nagyon kevés példányszámban készült az autó, egy eszméletlenül ritka és egy eszméletlenül értékes autó lesz belőle. Még ő rajta is van egy kis karosszéria munka, de ő is már azért autóformája van, főleg ahogy hozzánk került, vagy ahogy kinézett az autó. Hú, közben megérkezett az ebédünk, úgyhogy sietünk vissza a másik műhelyben. Jaj. Kikapcsoljuk a klímát, ne vigye a lovakat. Több üzemmódot is tudunk egyébként a kocsin állítani, van M1 meg M2, mindent be tudsz magadnak állítani. Úgy van, hogy az M2-nél ott kikapcsol mindent az autó. Észen is kell vele egyébként lenni, mert eszméletlenül megy. Annyira a gyári féktárcsákkal nem voltunk megelégedve, és nem voltam. A versenyfelszerelés jó voltából gyárótárcsák kerültek előre, amivel soha nem volt probléma. Nem tudtuk annyira megmelegíteni, hogy a pedálon bármit is lehessen érezni. Ajánlom mindenkinek ezt a féktárcsát. A legkisebb gázadásra is azonnal megy az autó keresztbe. Az autón egyébként egy AC és négyszer kibufogó rendszer van. Meg még egy pár apróság. De ez tényleg olyan, nem is tudom, ilyen mély faktora van az autónak, hogy ez mindig mosolytsal az ember arcára. De tényleg azt mondom, hogy elképesztően észen kell lenni az autóval, főleg, hogyha mindenki van kapcsolva, mert... Mindenféle nagy képűség nélkül mondom, egy pár millió forintnyi gumit már elfüstöltem életembe, de azért még néha nekem is tud meglepetést okozni. Akár még, hogyha minden be van kapcsolva, mindenféle menetstabilizátort a kezdve, minden, még akkor is néha elúszik az autónak a hátulja, hát azért ez a 450-500 lóerő azért hátsó kerékre azért nem kevés, főleg így utcai használatban. Meg még ezen kívül, ami szerintem nagyon-nagyon nagy előnye az autónak, momentán én nem vagyok ilyen fogyasztás guru, de rettenetesen jó fogyaszt az autó. Szerintem ilyen 11-12 literrel simán beéri. Még harmadikba is kapar. Imádjuk. Észrevettétek, gondolom, hogy minden adásban boncolgatunk egy-két napirenden lévő témát ebbe az autós történetbe. Mi inkább ezt a vonalt erősítjük, nem politizálunk, nem beszélünk a háborúról, semmiféle ilyen dologról. Mi inkább ezeket a Magyarországon kézzel fogható, mindennapokban fellehető emberi dolgokról beszélünk mindig. A múltkori adásban is ez a apa-fia, illetve szülők, klasszikus öreg BMW-k kapcsolatáról beszéltünk. Nagyon sok pozitív dolgot kaptunk ezzel kapcsolatban is vissza, hogy nagyon egyetértetek velünk. A mostani téma, megpróbálom rövidre zárni, mert szerintem elég hosszúak vagyunk már, a
a mostani Magyarországon nagyon-nagyon jelenlévő álmodozók hada, és ezúton szeretném megkérni az összes olyan embert, aki nézi ezt a videót, és esetleg magára ismer, meg tudja, hogy miről beszélek, hogy ezt engedjük el, vagy hogyha ilyen irányú affinitásai vannak, akkor ennek nem mi legyünk az áldozatai, mert köszönjük, nem kérünk ebből. Mondok egy pár apró példát. Hirdetünk egy-két 30-40-50 ezer eurós autót, amire rengeteg érdeklődő jön, eljönnek ezek a kedves érdeklődők, időpontot egyeztetnek, stb. Olyan monológot kapunk, vagy olyan dolgokat, hogy ez az autó még élőben még szebb, ez nagyon jó. Az esetek 90%-ában a pénzről is szó esik, enyhe túlzással alkudozik az autóra, meg még ehhez hasonlók, még ennél még mélyebbre menő dolgok, és a végén nem lesz belőlük szinte semmi, hogy nem értjük ezeket az embereket, hogy ez ők ennyire ráérnek, vagy hogy nekem az időm véges, illetve a sok mindent meg tudunk venni jelen pillanatban a világban, de időt sajnos nem tudunk venni, és egyre jobban azt tapasztaljuk, hogy egyre több ilyen álmodozó, időrabló ember van. Ezek volt egy nagy részük, amik telefonon az életedet megették. Hiába elmondott, hogy 8 és 17 óra között a munkaidőben keressenek, nem. Este fél hét, fél kilenckor, 10 órakor, éjszaka, elképesztő dolgokat tudnék ezzel kapcsolatban mesélni. Meg is fog változni a telefonszámom, mert sajnos már ezt ennyi túlzással nem lehet győzni, vagy nekem nagyon fontos a családom, illetve a gyermekem, nagyon szeretnék velük minél több időt tölteni, de sajnos nem nagyon tudok, mert annyi ilyen ember van. És ezek a telefonáló, időrabló emberek, ezek átváltoztak, hogy eljönnek, személyesen itt vannak. Régebben úgy gondoltam, hogy ha már egy ember eljön, utazik pár száz kilométert, azért az is idő, általában egy teljes napot igénybe vesz, és régebben az volt a tendencia, hogy azok az emberek, akik már eljöttek, azok már komolyak, és az esetek nagy részében üzlet született, illetve vétel, és most azt tapasztaljuk, hogy most ezek a telefonálók, ezek eljönnek, és itt vannak, és csinálják, és eszik az életünket, és rabolják az időnket, és soha többé nem lesz belőlük semmit. Az elmúlt pár hétben tudnék nagyon sok olyan példát mondani, és remélem magukra ismernek ezek az emberek, hogyha követik a csatornánkat, hogy miért nem lehet annyit, hogy figyelj, átgondoltam az anyagi lehetőségeim, annak ellenére, hogy mikor ott voltam az autó mellett, akkor azért előadtam a nagy pénzes zsák történeteket, de tulajdonképpen valami közbe jött, és mert megértenénk, csak hogy annyi nincs ezekben az emberekben, hogy egy telefon, figyelj, nem úgy alakult meg, míg ami a legjobb, az asszony. Az asszony nem engedte, az asszony keresztbe húzta a számításaimat, nem két olyan dolgot tudok mesélni, hogy itt kezet fogtunk, megegyeztünk, és az ember azt mondta, hogy rendben van, de még meg kell beszélnem az asszonnyal. És megkérdeztem tőle, hogy mondom, akkor miért alkudozol, miért fogunk kezet, miért egyezünk meg, mikor még az asszonnyal meg kell beszélni, hogy én nem értem ezt. Hogyha lenne világverseny, vagy lenne Guinness rekorder ígérgetésbe, illetve nagyotmondásba, meg mellébeszélésbe, meg időrablásba, a magyarok azok biztos, hogy a dobogósok lennének, és szerintem az aranyérem közelébe lenne a magyar nép, mert ez most eszméletlen. Remélem nagyon sok olyan ember, aki ezzel foglalkozik, mint mi, egyetért velem, mert ez katasztrófa jelen pillanatban, mi van az országban. Nem tudom, hogy ez mennyire fog változni. Mi ebből teljes mértékben ki akarunk maradni. Árulunk, mint említettem, sok drága autót, felhív a kedves ügyfél, én ezért ennyit adok, amazért annyit adok, emez így, meg úgy, meg amúgy. Az autóknak egy jó része bizományban van, megmondom neki, rendben van, egyeztetek az ügyféllel, és hívlak vissza. Direkt megkérem, mondom, fogunk még valaha beszélni, fel fogod még valaha venni a telefont? Én hogy nem, mit képzelek én, hogy ilyet feltételezek? Soha többé nem vette fel a telefont, soha. Mindegy. Nagyon remélem, hogy
hogy itt is ebben a kapcsolatban is sokan egyetértetek velünk, és esetleg, ha már csak annyi pozitív hozadéka lesz ennek az egésznek, hogy egy-két ember magára ismer, és azt mondja, hogy rendben van, talán ennek a hülyének igaza van. Én soha nem volt olyan, hogy elmentem volna egy autót megnézni, megalkudok rá, és utána soha többé nem kerülök elő, meg ilyesmi. Nem értem, hogy ilyen emberek fejében mi zajlik, vagy hogy ezt miért kell csinálni, vagy hogy ez egy presztízs, vagy egy felvágás, vagy kell az akkori pillanatnyi figyelem nekik, mert esetleg otthon nem kapják meg, hogy itt most az eladó, illetve én, illetve az ügyfelünk ráösztpontosít, és őt tiszteljük, hogy eljött egy ilyen autót megnézni, és időt szakít ránk, hogy ez azért csinálják, vagy fogalmunk sincs. Nagyon remélem, hogy ezek az utóbbi, elkövetkezendő időben már le fognak kopni. Haló? Oké, állj meg, mindjárt szólok. Visszajött a műszaki vizsgás autónk, illetve egy ikonikus általunk megcsinált autó, a Jégeres E30 egyik szegedi barátunknál volt, Bulárda Gabinál, egy komplett kerámia bevonatot kapott az autó. Látni fogjátok a videóban, nagyon minőségi munkát végzett a barátunk. Ha bárkinek ilyesmi jellegű problémája lenne, keressétek őt nyugodtan. A mai adásban ennyi fért bele, nagyon szépen köszönünk nektek mindent, találkozunk a következő hónapban. Sziasztok! Mi a Gulfkenő anyagait használjuk, hogy a motor sokáig éljen. Ajánljuk, te is tégy így. Gulf Premium kenőanyagok. Élmény a motornak. Cégünk biztonságtechnikai partnere a ProIT Management Kft. A legprofi beltereink szolgáltatója az MMM Interior. Förk. Tökéletesség egy pillanat alatt. Minden egy kézből. Locsoljuk már meg a kavicsot. Károly résszel. Nem beszélünk csúnyán, mert itt van a kisfiam. Elég ritka példányokat. Nagyon haza akarok menni. Szasztok, testvérek! Nem ütött agyon az áram? Mondjak még valamit? K***a életbe. És mit is, mivel is kezdünk? Ki írta, hogy launch control? Az autónak... Az autó... mod... fehérebb a lófogánál. Miről beszélünk? This is the random? Jó, én tudom, miről akarok. Mehet? Ugye mindjárt izé lesz. Lesz egy bontott M6 kaszni.